Ki is az a fekete Flash? Okkal tettétek fel a kérdést az elmúlt hetekben, hiszen sokan úgy gondolják, hogy a Flash második évadában is ez a karakter tűnt fel Zoom személyében. A mai napon erről a karakterről beszélgetünk, majd kitérek a Flashben látottakra is. A DC Comics világában akad jó pár szupergyorsan szaladó hős és gonosztevő, mégis van egyetlen lény, aki valamiért időnként felbukkant és az előre jelezte valaminek vagy valakinek a végét. Ebben a videóban most megtudhatjátok, hogy ki is az a fekete Flash. A DC világában számos olyan lény, entitás van, aki a halált jelképezi vagy testesíti meg. Az első olyan, amelyiknek köze is volt némiképp a sebességhez, az a Black Racer volt. Őt magyar képregényben következetesen rosszul fordították egyszer Fekete Villámnak. A Black Racer 1971-ben jelent meg először a New Gods harmadik számában. Az alkotója Jack Kirby. A történet szerint a Black Racer a halált megtestesítő újisten, aki egy Willy Walker nevű mozgássérült vietnámi veterán testében lakik. Megjelenésében egy síelős páncélos lovagra hajaz, aki szélsebes tempóban ragadja el áldozatait, akiknek az a sorsuk, hogy meghalljanak. Az ő alakja számos esetben volt befolyásoló hatással a képregényekben, mellette az is előfordult, hogy a Flash-t üldözte elképesztő hajszálkon át. A fekete Flash viszont egy olyan jelenség volt a képregényekben, ami mindenképp megváltoztatta a DC Comics vörös szélvészének történeteit. Először a The Flash második évfolyamának 138. számában láthattuk 1998-ban. Grant Morrison, Mark Millar és Ron Wagner alkotta meg. A képregényekben a mai napig nem világos a fekete Flash személye, vagy hogy egyáltalán milyen szinten tekinthető a DC univerzumban létező személynek. A szélsebesen rohanó lényt látták felbukkanni Barry Allen, a Flash, Johnny Quick és Max Mercury halálánál is. Mindegyik halálesetben az a közös, hogy szélsebesen rohanó szuperhősökről van szó. Tehát a karakter eredetileg a DC Comics szélvészeinek kaszása. A szuperfutó bajnokok hiába futnak a leggyorsabban, a halál elől ezek szerint mégsem lehet elfutni, mert jön a kocogó kaszás. Mégis ki a tököm lennék? A halál! A fekete Flashről annyit tudni, hogy a halál megtestesítője és mindig egy gyors hajtóhős halálakor tűnik fel. Azt nem tudni, hogy miért pont ő. Feltételezni tudjuk csak, hogy valószínűleg azért, mert ő elég gyors ahhoz, hogy egy ilyen szélvészt a halálakor magával tudja vinni a másvilágra. Egy ilyen tulajdonsággal nem rendelkező halált megtestesítő entitás valószínű nem képes erre. Vagy a létezése mindössze a sebességerő használatának valamiféle mellékhatása. Wally West esetében halál közeli élményeknél is felbukkant már, és megjelenése azt sugallta, hogy nem nyugszik, míg az általa kiválasztott szélvész előbb-utóbb halálát leli. A fiú Flashként viszont abba a veszélyes helyzetbe került, hogy a sebességerő magához akarta venni őt. Ebben a fekete Flash volt a végrehajtó lény, aki el akarta őt ragadni magával, ám helyette Wally kedvesét, Linda Parkot vitte el. Legközelebb újra eljött és képes volt megállítani az időt, kivéve azok számára, akik a sebességerőből merítik képességeiket. Jay Garrick, az eredeti Flash és Max Mercury Wally segítségére siettek, hogy eltereljék az entitás figyelmét, majd Wally és a fekete Flash egy őrületes hajszába kezdtek időn és téren át. A Flash így futott el az idő végezetéhez arra a pontra, amikor a halálnak már nincsen jelentősége. A fekete Flash ott abban a pillanatban semmivé vált. Wally pedig elindult vissza és a sebességerőből kiszabadította szerelmét. Ez viszont még nem jelentette azt, hogy a fekete Flash eltűnt volna. Legközelebb akkor tűnt fel, amikor Bartelen, Barry jövőbeli unokája vette fel a vörös jelmezt. Az utolsó nagy harcában a fekete Flash eljött érte, és végignézte, ahogy a zsiványok megölik őt a Getty Centerben. Ezután a sebességerőből szabadult Barry ellen arra lett figyelmes Wallyval, hogy a fekete Flash mintha elpusztult volna. Barry érezte, hogy valami a hatása alá kívánja helyezni őt. A sebességerő ugyanis őt jelölte ki arra, hogy ő legyen a következő fekete Flash. Barry, mivel nem akart ártani senkinek, visszament a sebességerőbe és ott szembesült azzal, hogy a sebességerő természetét Zoom professzor a fordított Flash változtatta meg. Innentől a fekete Flash jelenség nem került elő többet, viszont ezt a nevet Zoom professzor viselte a legsötétebb éjszaka során, mikor egy fekete lámpássá vált a fekete gyűrűnek köszönhetően. Utólag derült ki, hogy a Flashpoint, vagyis a fordulópont eseményeiben a fekete Flash is szerepet játszott. Bart Allen, Barry unokája a jövőből, a fordulópont létrejöttekor szintén átkerült az újonnan kialakult világba,
ahol Thomas Wayne Batman és az Atlantisziak és az Amazonok háborúznak egymással. Bart egy idő anomália lett, aki konkrétan nem illik egy idővonalba se. A sebességerőn keresztül akart visszautazni a Tini Titánokhoz a saját jelenjébe, de egyé vált a Fekete Flash-sel és arra lett kényszerítve, hogy más szélvészek sebességét vegye el. Bart megpróbálta rávenni Barryt, hogy csinálja vissza az eseményt, de Barry önerőből erre nem volt képes. Bart ekkor vált a Fehér Flash-é és átadott minden begyűjtött erőt Barrynek azért, hogy megakadályozza a saját édesanyja megmentését. Bart pedig nyomtalanul eltűnt. A Fekete Flash ugyanúgy a sebességerőből merítette az erejét, képes volt egy érintéssel bárkit megölni, és akaratával bármikor a sebességerő világába utazni, vagy onnan kijönni. El tudta szívni bárkinek a sebességerejét, az időben nem csak utazni tudott, de manipulálta is, tehát magyarán szinte mindenre képes, amire Flash is, csak éppenséggel nem kihívás neki ezeket alkalmazni is. Különlegessége, hogy megjelenése viszont azonnal félelmet ébreszt abban, aki meglátja őt. A Fekete Flash a DC rebootjai után jelent meg újra 2016-ban. A karakter már az életerejét is képes volt elvenni más élőlényeknek, létezése pedig egyet jelentett a sebességerő létezésével. Ha ez az erő megszűnik, a Fekete Flash is megszűnik létezni. Az új története alapján a Fekete Flash-t a sebességerő idézte meg azért, hogy elpusztítson más extra dimenzionális erőket. Így lehetett tudni, hogy a sebességerő valójában az univerzum 7 erőmezőjének egyike, és a Fekete Flash azért lett megidézve, hogy ezeket elpusztítsa. Az egyik ilyen használóra Central City-ben támadt rá, azonban Barry ellen megakadályozta a gyilkolást, vagy minden más merénylet kísérlete is kudarcba fulladt. A Fekete Flash még néhány másik történetben is megjelent. A Smallville sorozat képregényes 11. évad folytatásában Bart Allent akarta magával vinni, de a fiú feláldozta magát, hogy megölje az entitást és megmentse vele hőstársait. A Flash tévésorozat második évadában Hunter Zolomon, vagyis Zoom lesz a Fekete Flash, mivel a sebességerő démonai ezzel büntetik meg, amiért felelőtlenül használta rosszra az erejét, önös érdekekből. A sorozat Flashpoint eseménye után egy agyatlan bestiaként láthattuk, ahogy a fordított Flash időanomália variánsára vadászik, utoljára pedig Savitarra láttuk vadászni. Nektek van kedvenc szilvészetek a DC világából? Válaszaitokat hozzászólásban várom, indokoljátok is meg. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minket Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél minket támogatni, akkor a YouTube csatorna tagsági felületén keresztül, illetve szuper köszönet formájában is megtehetitek, a támogatóknak pedig köszönjük a támogatást. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok! A Fekete Flash a halál szerepét tölti be azok között, akik birtokolják a sebességi erőt. Halálukkor elviszi őket az erőjük forrásához, a sebességi erőhöz. Ez a hely egy energiamező, melyel ha valaki kapcsolatot teremt, sebességi erőre tesz szert. Sokszor utalnak erre a helyre gyors mennyországként. A Fekete Flash látható volt Barry Allen, Johnny Quick és Max Mercury halál előtt, illetve azok is észrevették őt, akik halál közeli élményben vettek részt.